Szeretettel köszöntök mindenkit, Virág Ágnes vagyok. És a mai témánk csóró vagy szexi, sztereotipikus testképek. Itt rögtön a címoldalon két olyan fotó van, ami két divattervezőnek a munkáját mutatja. És bár kicsit szerintem becsapós, sokan gondolhatnánk arra, hogy miért ne lenne a színes kép, mondjuk egy mai kép, vagy ilyesmi, de direkt odaírtam, hogy ugye az 1980-as éveknek a tervezőjéről van szó, Katya Filipováról, aki bolha piacokon összeszedett szovjet katonai egyenruhákat, ezeket alakította át cári stílusban. Azért szerettem volna így párhuzamba tenni a két új trendet, vagy az egyik új trendet és a régit, a 80-as évekbelit, hogy lássuk, hogy nincs új a nap alatt, ugye újra élednek a dolgok. Gosa Rubcsinszki, aki szintén orosz, moszkvai származású, 2009-ben tűnt fel a kifutókon lakótelepi kultúrát idéző különböző cuccokkal, ami azt jelenti, hogy ilyen suhogó, melegítős szereléseket idézett a kollekciója, meg különböző sportcipőket, Adidas, Filát is beleépítette igazából a kollekciójába. Amikor az 1980-as években megjelent az a trend, hogy igazából már az 1980-as években arról beszélnek, hogy posztszovjet különböző elemeket építettek be ezekbe a kollekciókba, akkor egy pár hónapig nagyon felkapták ezeket a divattervezőket, de valójában utána megfeledkeztek róluk. Erre jó példa egyébként Király Tamás, akinek az életművét nem olyan régen dolgozták fel. Minden esetre jelenleg is futnak folyamatosan ezek a trendek, úgyhogy Gosa Rubcsinszki, ő nagyon kedvelt a nemzetközi kifutókon is. Mindezek a jelenségek igazából utalnak egy olyan új fogalomra, hogy New East, vagyis az új keletnek a megjelenése, ez a posztszovjet esztétikának a megjelenítését jelenti, főleg a 80-as évek, 90-es éveknek az utcai stílusára applikálják rá egyébként a különböző cirilbetűket például, tehát ilyen pólókra, melegítő felsőkre. Olyannyira elterjedt, hogy Kim Kardashiannek is van egy ilyen ruhadarabja, egy kapucnis pulóver, amin szintén megjelenik a sarló és a kalapács. Nem tudom, mi a tipp, hogy mennyibe kerül vajon egy ilyen pulóver. Egy grúz tervezőnek a munkájáról van szó egyébként, Demna Gvasalia a tervező, és a Vetements márkához tartozik maga a hoodie, vagyis a kapucnis felső. Milyen tippek vannak? $100? Több? Még több? Nem, annyi nincs. $700, tehát 250 ezer forint körüli összegről van szó. Itt alatta megint csak Gosa Rubcsinszkinek a kollekciója, a 2016-os kollekcióját lehet látni, ugye a ciril feliratok, orosz színek, tehát a orosz zászló trikolórja, sarló és a kalapács, és a jobb oldalra megint egy olyan képet tettem, ami igazából az 1980-as években készült, itt egy fotográfusról van szó, tehát nem egy divattervezőről, Szergej Borisov, Catwalk című képe, itt ugye egy vörös zászló az, ami magába tekeri ezt az alakot. Felmerülhet az a kérdés, hogy mit jelentenek ezek a szimbólumok. És hát ugye egyrészről nyilván a nyugatiak szemében, ha már Kim Kardashianre is gondolunk, akkor jelenthet szabadságot, vakmerőséget, függetlenséget, de ha jobban utána megyünk, hogy mik azok, mi az a kontextus, amiből ezek a motívumok erednek, akkor könnyen jelentheti szimbolikusan például a rendezetlen családi hátterű utcagyerekeket, alkoholista szülőket, nagyon sokszor például a vodkának a szimbólumai is megjelennek, a szegénységet, vagy maga a lakótelepnek a veszélyeit, szemben például a biztonságos nyugattal. Tehát van egy olyan elképzelés, van egy olyan értelmezés, hogy igazából azok a nyugatiak, akik ezeket a tárgyakat vásárolják, azok végül is egyfajta önigazolást követnek el azzal, hogy ezeket megveszik.
És hát itt van Király Tamás a modelljével, aki a 70-es évektől kezdve folyamatosan megjelent ilyen extravagáns teátrális divatbemutatókkal Budapesten. 1989-ben készült ez az ikonikus kép, ahol ugye a parlamentnek a kupoláját hordja maga a modell egy vörös csillaggal, akkor még a tetején. És 2013 az csak, amikor Király Tamásnak az életművét elkezdték kutatni, mégpedig egy civil szervezetről van szó. Egyébként a transit.hu volt az, akik több évet rászántak ennek az életműnek a kutatására. Mit jelent tehát a New East jelenleg? Hát az egykori keleti blokkra használjuk ezt a fogalmat, az onnan átvett posztszovjet esztétikára, tehát ez általában távoli és egzotikusnak tűnik a nyugatiak szemében, de tűnhet veszélyesnek, kulturálisan izgalmasnak, és fontos az, hogy egy olyan helyről van szó, ahol autentikus dolgok születnek. Mindezek azért fontosak, mert például ez az autentikus dolog, hogyha zenére gondolunk, a diszkóra, a technóra vagy a house-ra, ezek is fekete és latinó közösségekben bukkantak fel először, úgyhogy sokszor a megújulásnak a kulcsa az valahol a másikban keresendő, csak hogy ebben általában megjelenik egyfajta ilyen leegyszerűsítő kép is. Általában a keletiekhez, ugyanúgy a latinokra és a feketékre is azt szokták mondani, hogy hát nem az eszük vezérli őket, hanem a szívük, az érzelmeik, tehát ösztönösek, szenvedélyesebbek, szexuálisan izgalmasabbak, veszélyesebbek, és hát ennél fogva jelenik meg ez az autentikus életérzés, ez az erősebb ösztönösség. Mindennek az dolognak a gyökerei igazából a 20. század elejére visszavezethetők, amikor Amerikába emigráltak. Itt megjelent egy olyan mondás, és ez sokszor elő szokott jönni egyébként a szakirodalomban, még fogom is ma mondani, hogy megjelentek a csóró kelet-európaiak a 20. század elején Amerikában, és hát nem tűntek fehérnek, de ugye valahol a feketék és az elit amerikaiak között jelentek meg, tehát az a mondás, hogy még nem vagytok fehérek, a fehérségért meg kell dolgozni. Úgyhogy a társadalmi ranglétrán ugye egy ilyen köztes pozícióba kerültek. És hát aztán a következő nagyobb ilyen migrációs hullám az a hidegháborúnak az időszaka volt. Itt ugye a vasfüggönyt lehet emlegetni, innentől számítják egyébként a Kelet-Európa kifejezésnek is a létrejöttét, legalábbis olyan értelemben, ahogyan most használjuk. Itt Anton Belinskinek egy ruhadarabját látjuk, ő is egy tervező, aki női munkás ruhákat próbált meg újra megfogalmazni, ez egy 2018-as kollekciónak a darabja. Amikor azt kérdezik egyébként ezektől az alkotóktól, ezektől a divattervezőktől, például Gosha Rupcsinszkitől, hogy miben rejlik az ő sikerük, hogyan lettek ők most ilyen celebek, akkor azt mondja Rupcsinszki, hogy ő szerinte azért, mert sikerült felrázni a divatvilágot a nosztalgián keresztül, azzal, hogy igazából a 90-es években felnőtt generációnak terveznek, akiknek van kötődése ezekhez a szimbólumokhoz, tehát ezek jelentenek azért az ő számukra valamit, és hát akkor ő is elkezdi részletezni, hogy igazából gyermekkori érzelmeket, eufóriát és reményt is jelentenek ezek a dolgok, nem csak nyomort és szegénységet, vagy zűrzavart, kapitalizmus bejövetelét, vagy a Szovjetuniónak az összeomlását. Úgyhogy ő a sikert alapvetően ebben a nosztalgikus életérzésben ragadja meg. Itt felsoroltam pár olyan eseményt, amik szorosan kapcsolódnak a New East-nek a koncepciójához. Például az egyik, hogy lehet látni azt, hogy ez a 2016-7-8, ez a New East-nek egy ilyen igazából kiterjedő évei vagy időszaka. A Guardian elindított egy új rovatot például, és posztszovjet szakértőket vettek fel, akik folyamatosan hírt adnak
mindenféle vonatkozásban, zenei vonatkozásban is például, vagy a divatvilággal kapcsolatban is, akár képzőművészeti vonatkozásban is. Ennek a rovatnak az a címe, hogy New East Network. 2017 az a Kim Kardashian fölső is egyébként, amivel a Gucci rukkolt elő. Ők ugye foglalkoztatnak egy grúz tervezőt, akit ide fel is jegyeztem. És hát ez az az év is, amikor igazából a tömegkultúrában is megjelent, a H&M-ben is feltűnt ez a felirat különböző pólókon, hogy Back in the USSR. A Velencei Biennálén is ekkor jelentek meg igazából hasonló ruhadarabok. És hát ugye 16, amikor Rupczynski újra előrukkolt, 1984-es nevű kollekciójával. De Rupczynski volt, tehát ezt a New East fogalmat nagyon sokszor szokták egyébként az ő nevéhez kapcsolni, és hát ő, amikor először felbolygatta az egész világot, az 2009, és egy ortodox templomból átalakított stadionban mentek végig a modelljei, a modellek pedig gördeszkások voltak egyébként, és ilyen szegecses szvettereket, meg láncokat hordtak. Kétfejű sas szerepelt például rajtuk, Moszkvában volt ez. Ugye felszokott merülni az a kérdés is, hogy miért most, miért jött elő újra ez a posztszovjet kultusz, és hát többnyire politikai eseményeket szoktak megnevezni, hogy ugye minél veszélyesebb egy hely, vagy minél nagyobb az izgésmozgás, tüntetések, forradalom és egyéb, annál egzotikusabbnak, meg annál izgalmasabbnak is tűnik. Tehát ilyen katasztrófa turizmus kicsit. Úgyhogy az egyik ilyen pont az a gazdasági válság, a másik a kijevi forradalom, abszolút a rave-nek, a kijevi buliknak az időszaka igazából, illetve az, hogy erről a nyugati média is tudósított, az 2014-es kijevi forradalomhoz kapcsolódik, úgy mint egzotikum úgy jelentek meg, hogy lám-lám még a forradalom idején is lehet bulizni, és mégsem tartóztatják le a partizókat. És a következő dolog az ugye az orosz-ukrán háború, ami ismét megerősítette ezt a kultuszt. Itt, hogy mennyire megerősödött az évek során, ezért ide raktam a Vogue divatmagazint, aminek a címlapján Málgorcata Bele és Anya Rubik szerepelnek a Varsói Kultúrpalota előtt, egy nagy fekete Volgának támaszkodva. És hát mindez után, a felvezetés után, hogy miről is lesz szó ma, ugye mindig szoktam egy ilyen diát is készíteni. Ugye egyrészről a New Eastről, amiről végül is már beszéltünk, Kelet-Európa fogalmáról, kelet-futurizmusnak, hungaro-futurizmusnak a fogalmáról, sztereotípia kutatásokról, és hát egy picit nagy a vállalkozásom, nem tudom majd mi fér bele, de én többféle médiumban gondoltam ezt megnézni, tehát lesznek képzőművészeti munkák, mém, film, reklám és politikai karikatúrák is. Innen kiderül a képből, hogy valójában talán lebuktam, hiszen nem magamtól találtam ki ezt a címet, bár kicsit átalakítottam. Ugye a könyv címe, amit Agatha Pizik írt 2014-ben, az a Csóró de szexi. Egyébként ezt a mondást Berlinre alkalmazták még a rendszerváltás idején, vagy a rendszerváltás környéki időkben, tehát ő is átveszi ezt a mondást. Itt igazából Agatha Piziknek a vállalkozása ezzel a kötettel az, hogy próbál ellene menni a nosztalgiának, próbál egy kicsit reálisabban a kulturális, a vizuális kultúráról beszélni, és nem a régi szép időket visszanosztalgiázni, és annak az elképzelésnek is próbál ellene menni, hogy ne az legyen mindig bennünk, hogy mi szeretnénk felzárkózni, és szeretnénk olyanok lenni, mint a nyugat, hogy ne vegyük át, mert hiszen ha ezt mondjuk, akkor ezáltal abszolút átvesszük a nyugatnak azt a képét Kelet-Európáról, hogy mi le vagyunk maradva. A Kelet-Európa fogalom az valójában a II. Világháború utántól kezdve jelenik meg nyugat és keleti részek mentén. Egy politikai fogalomról van szó valójában.
Kelet-Európára szinonímaként sokszor szokták ugye mondani a keleti blokk megnevezést, vagy a posztszovjet országokat. 1945 és 91 között működik ez a fogalom, és ami utána jön, ahhoz már mindenféle más asszociációk is társulnak. Viszont amikor arról beszélünk, hogy kelet-európai művészet, akkor általában ennek az időszaknak a művészeti utalásait értjük alatta. Tehát igazából a II. Világháború előtti kelet-európai művészetnek valahogy nincs ez a megnevezése, vagy azt nem szoktuk így hívni. Van egy nagy probléma egyébként ezzel a fogalommal, és azokkal a könyvekkel is, amik ezt próbálják megragadni, az pedig az, hogy ugye nagyon sokféle nemzetről beszélünk, nagyon sokféle alkotóról, népcsoportról, és nehéz ezt homogén egységként valamiképpen beszélni erről. Hasonló vállalkozások szoktak lenni egyébként Afrikára vonatkozóan, például ami hát szintén egy óriási vállalás. Itt felsoroltam pár olyan kiállítást, ami talán fontos lehet, illetve hogy mikor is kezdődtek a nagyobb kiállítások a kelet-európai művészetre vonatkozóan. 2012-ben volt a párizsi Pompidou-ban egy nagy kiállítás, aminek az volt az állítása, hogy nincs olyan, hogy kelet-európai identitás, hiszen nincs ilyen kollektív identitás, ezt próbálta meg felfejteni. 2018-ban Londonban volt egy nagy fotókiállítás, 2018-ban szintén Krakkóban volt egy Orient elnevezésű kiállítás, amit azért is akartam kiemelni, hogy ugye sokszor Kelet-Európát úgy kezelik, mint az egzotikus kelet, és itt ugye a megnevezésben benne van ez a pejoratív dolog ezzel, hogy Orient. Könyvek terén pedig érdemes talán a Kelet-Európa elképzelése és Kelet-Európa megalkotása című könyvet említeni, ami egy 2021-es könyv, Murawska Mütéziusnak a könyve, ami hát gyakorlatilag 20 év kutató munkájának az eredménye egyébként, a reneszánsztól napjainkig tárgyalja azt, hogy hogyan is alakult Kelet-Európának a fogalma, és nagyon sokféle médiummal dolgozik egyébként, tehát térképekkel, metszetekkel, fotókkal, könyvborítókkal. A másik, ami pedig egy tankönyvnek íródott, és ezért egy kicsit az a kritika is érte egyébként, hogy nagyon felületes, nincsenek benne lábjegyzetek, meg ilyesmi, de az a két kutató, egy házaspár egyébként nagyon sok időt töltöttek Magyarországon, és létrehoztak itt egy kutatóközpontot is, Translokál néven. Ő Maja és Ruben Fox. Maja egyébként horvát, Ruben Fox pedig brit. Most jelenleg Angliában élnek a Brexit miatt. És az ő könyvük, ami az 1950-es évektől tárgyalja ennek a régiónak a művészetét, ezt érdemes fellapozni. Itt a fotókiállításokból, amit az előbb megneveztem kiállításokat, onnan hoztam csak pár példát, hogy mégis mik ezek a jelenségek, csak ízelítőképpen Grigor Devejev és Dima Komarovnak a munkái. 2022-es a Kajet megnevezésű folyóirat, ami egy ilyen újszerű kiadvány, ez azt jelenti, hogy évente egyszer-kétszer jelenik csak meg, viszont akkor könyv méretben, és tanulmányokat foglal magában. Magyarok is írtak bele egyébként, és ez az egész 2022-es kötet a keletfuturizmussal foglalkozik. Ulrike Gerhardtnak a nevét azért írtam ide, mert ő az, aki megpróbálta definiálni a keletfuturizmusnak a fogalmát. Azt mondja, hogy kicsit hasonló az afrofuturizmushoz. Itt is egy identitáspoétikai és képzelet gyakorlatról van szó. Egy kisebbségi identitással való radikális túlazonosulásra épít a keletfuturizmus. Tehát igazából egy olyan mozgalom, ami keleti elemeket
kelet-európai elemeket használ fel, kisajátít, és egy új mitológiát teremt belőle. Magyarországon is van ennek pendantja vagy párja, Miklósvölgyi Zsolt és Nemes Z. Mário írták meg a hungarofuturista kiáltványt. A hungarofuturista kiáltványban azt mondják, hogy a hungarofuturista mozgalom olyan kulturális és művészeti mozgalom, mely egyfajta politikai esztétikát is képvisel. Új mitológiát, új játékteret próbál létrehozni, visszavesz és újra kisajátít fogalmakat, nacionalista ideológiákra jellemző gyakorlat, hogy elemeket, motivumokat, fogalmakat sajátít ki a magyarság identitás narratívájából. Hát maga a kiáltvány egyébként, itt egy kicsi részt kivettem belőle, olyan, mintha egy ilyen dadaista verset olvasnánk, szerintem. Én az Aquatica részt emeltem ki. Azt mondják, imaginárius földrajzunk klaustrofób jellegét Trianonra vezetik vissza. Ugyanakkor mi egy francia kastély ahhoz képest, hogy bolygónyi óceánokat vesztettünk el. Smafu. Nem bagatelizálni akarjuk a veszteséget, hanem rámutatni annak kozmikus léptékeire. A magyar bánat radikalizálása egyetlen reményünk és megváltó fegyverünk. Az akvatikus trauma a belső tengerek elvesztését jelenti, amikor minden posztmagyar visszaréved az eredet óceánba. Horthy volt az utolsó magyar sea punk, aki matrózmezben siratta a nemzet legnagyobb veszteségét. Sárkány tetoválása a legfőbb bizonysága annak, hogy a hungarofuturista lét olyan, mint a tetovált lét. És hát a hungarofuturisták közé sorolódik Nemes Z. Mário szerint például Kis Róka Csabának, Györfi Lászlónak, Karácsony Lászlónak egyes festményei, majd meg fogjuk ezeket mindjárt nézni. Igazából, ami ellen megy a keletfuturizmus is, és hát ezen belül ebbe beletartozik a hungarofuturizmus is, az Mark Fishernek egy ilyen kapitalista, realista jövőkép nélkülisége. Azt mondja, hogy hát igazából nem lesz a kapitalizmusnak soha vége, hanem ez gyakorlatilag ellehetetleníti a világot, és így lesz, tehát a lehetetlenség lesz a vég. Itt pedig azt mondják, hogy nincs ez, hanem igazából a múltat be lehet építeni a jövőbe, a jelenbe, tehát van egyfajta ilyen retro életérzés. A hungarofuturizmusnak a keretében az Off Biennálén 2021-ben több projekt is szerepelt, három ilyen kiállítás. Az egyik kiállítás Igor és Iván Buharovnak a Revolúció Parabotanika című kiállítása, amiben egy filmet vetítettek, ennek a Melegvizek országa volt a címe, és hát ők a növények forradalmán keresztül mutatják be, hogy hogyan fog újjá alakulni a világ. Miért is nevezhetjük ezt hungarofuturistának például, vagy hogyan tartozik a keletfuturizmusnak a körébe? De az egész teret úgy rendezték be, és azok a szereplők, akiket előhívtak, azok igazából a posztszovjet időszaknak a szereplői. Ilyen archaikus, nomád asszociációik voltak egyébként, filozófusokat, emberjogi aktivistákat mutatnak itt a falon, akik hát történetesen nők, és nagyjából a 60-as éveknek a dizájnja jelent meg egyébként a térben. A másik ilyen projekt szintén az Off Biennálén belül, ez a kis olvasztó tégely volt, ami valójában egy internetről is letölthető hanganyag volt, ez ma már nem elérhető sajnos, mert be akartam egy pici részt mutatni belőle, de ez egy egyénileg bejárható köztéri séta volt, és hát igazából 19. századi történetek és mai szövegek jelentek meg ebben a hanganyagban, amik a nacionalizmussal foglalkoztak. Helyszíne a kis olvasztó tégelynek a Kárpát-medence, ahol egykoron Kossuth Lajos idejében még élt a Dunai Egyesült Államok gondolata,
habár inkább az ideák, mint sem a reáliák világában, amit kiválóan mutat a dunamenti népek esete az 1848-as forradalommal. A szabadságharc vége felé már az is felmerült a hadvezetésben, hogy a sok nemzetiségű magyar sereg utolsó menedéke egy magyar Gibraltárként a Tihanyi félsziget lehetne. Ám végül egyetlen kapavágást sem ejtettek ott, a terv egy ideig része lett a magyar folklórnak, amit most például ez a hanganyag is előhív, és más hasonló történetek vannak egyébként, itt most csak tényleg egyet idéztem fel. Kiemeltem pár alkotót, akiknél szintén észre lehet venni ezeket, hogy a múltnak az eszközeit használják, többet is nyilván ki lehetett volna. Itt most Nemezzé Máriónak az ajánlásával emeltem ki például Kis Róka Csabát, aki azt mondja, hogy hát ő előszeretettel alkalmazza egyébként a velencei festészetnek az elemeit és motívumait, és horrorfilmeknek az elemeit, metállemezeknek a borítóinak a túlzását, sűrítettségét, barokk festményekből alakokat, 20. századi és jelenkori fotókat, tehát egy ilyen brikolázsról van szó valójában, de a motívumok között fel lehet fedezni például szakállas kopasz férfi alakokat, huszárokat, úttörőket, iskolás fiúkat, különböző házi állatokat, parasztokat. Olyan, mintha egy kicsit a 19. századnak a romantikus figurái elevenednének fel egyébként, és hát hogyha a háttereket megnézzük, akkor ott pedig már Közép-Kelet-Európának a jellegzetes lakástípusai, a panelek például, amik megjelennek. És hát ezek, mindezek az emberek általában egyébként megcsonkítva jelennek meg, vagy megkínozva különböző szexuális aktusok közben, tehát egy kicsit a környezet, az egy viszonylag nyugodt környezet szokott egyébként lenni, és ami történik az alakokkal, az szokott lenni horrorisztikus, vagy ilyen nagyon meglepő. Azt mondja, hogy ez az a mód ő szerinte, ami alkalmas arra, hogy szabadon fogalmazzon meg olyan dolgokat, ami az emberekben munkálkodik, az erkölcsök felszíne alatt, mint az uralom, a hatalomvágy, az elnyomás. És hát személyes élmények is vannak egyébként, amik motiválják ezeket, legalábbis ő azt mondja, Hentes a nagyapja. És azt mondja, hogy az apai nagyapja pedig festő volt egyébként, később aztán a festéssel felhagyott, és szobafestő, meg címfestő volt, gyönyörűen tudott betűket festeni, úgyhogy azt mondja, hogy ezek biztos, hogy meghatározzák azt, ahogy ő a világot látja. Egyébként meg azt gondolja, hogy hát biológiailag állatok vagyunk, csak sokkal furább a fizimiskánk, mint a legtöbb emlősnek. A következő alkotó Györfi László, akinek az egész munkássága igazából az emberi testnek a biológiájára épül, és hát elég provokatív szokott lenni az, amit ő csinál. A Várfog Galériának az alkotójáról van szó. Általában hibridek jelennek meg az ő képei, ilyen abszurd módon eltorzulnak az alakok. Foglalkozik egyébként festészettel, grafikai műfajokkal, részkarccal, szobrászattal, installációval is. Úgyhogy a humor, a borzalom, a tragédia, a szórakoztatás az általában megjelenik az ő munkáin. Ami a fő fogalom, és az ő fejében ott van, és már a szakdolgozatát, és aztán a doktori dolgozatát is ez alapján írta, az a poszthumanizmus, igazából a poszthumánnak a fogalma. Horváth Márk, Lovász Ádám és Nemezzé Máriónak jelent meg ezen a címen kötete 2019-ben, azt érdemes megnézni, az a címe, hogy a poszthumanizmus változatai. Itt egyébként, amit látunk, ez a Miazma projekt, egy fiktív kormánynak a tablója. Több részből is áll, itt három arcot választottam ki. Másfél-két évig dolgozott egyébként ezen a projekten. Ő szerinte nagyon frusztráló a politika, és azt gondolja, hogy ő szeretne egy olyan társadalomban élni, ahol kevesebbet hall és kevesebbet tud a politikusokról. És azt mondja, hogy hát persze mindezekhez egyébként megint csak gyerekkori élmények is kapcsolódnak, sokat látogattak múzeumot a családjával, és azt mondja, hogy rengeteg ilyen huszadrangú katona és politikus portréra emlékszik, kifejezetten rossz festményekre is emlékszik, és ezek úgy benne maradtak, úgyhogy ezeket a portréfestészeti hagyományokat, vagy illetve portréfotózási hagyományokat is viszi tovább.
És hát a következő nagyobb témánk az a sztereotípia kutatásokkal foglalkozik. A sztereotípia az valójában egy műszó, amit a nyomdászatból vett át a pszichológia is, a szociológia is, a nyelvészet is később. Klisét jelentett egyébként, tehát összerendezett betűcsoportot, amit csak be kellett illeszteni. 1933-ban kezdték el úgy használni, hogy már akkor azt a fajta sztereotípiát értették rajta, amit ma is igazából, tehát hogy egy csoportról, illetve annak tagjairól kialakított általánosító benyomás. Nem feltétlenül negatív egyébként, a sztereotípia kutatók nagyon is távol tartják magukat attól, hogy csak negatív sztereotípiákkal foglalkozzanak. Az biztos, hogy a nemzeti sztereotípiákkal nagyon sokan foglalkoznak, ez egy külön körülbelül tudományág, és azt mondják, hogy a nemzeti sztereotípiák azok igazából a közvéleménynek is ugye nagyon erősen a részét képezik. Maguk a sztereotípiák általánosságban nagyon nehezen befolyásolhatók, és nagyon nehezen alakíthatók. Van legalább két fajtájuk. Az egyik az autosztereotípia, amikor egy csoport önmagáról gondol valamit, a heterosztípia pedig az, amikor a másik félről gondolunk valamit. Itt, amik a sztereotípia kutatásnak az előzményét jelentik, azok például nemzetkarakterológiai kutatások a 19. századtól kezdve. Itt ezt nem tartják egyébként ma már tudományos megközelítésnek, ugye egy-egy népnek, egy-egy nemzetnek a egy-egy nemzet jellemzőinek a meghatározása lett volna a cél, de nem volt igazából tudományos a módszer, nem volt empirikus adatgyűjtést, visszavezethető adatok, úgyhogy itt történelmi, nyelvészeti, etnográfiai adatok alapján dolgoztak, és hát igazából ez ma már nem igazán élő. Minden esetre az talán érdekes, hogy már Magyarországon is jelentek meg, már ebben a korai időszakban nemzetkarakterológiai írások olyanok, amik külön figyeltek arra, hogy a férfiakat és a nőket például külön kezelték. Ez nagyon előremutató annak értelmében, hogy a 19. században ilyen megjelenik, holott valójában az 1960-as években Amerikában kezdenek el majd erre külön már tudatosan odafigyelni. Aztán a 19. század vége, 20. század eleje a néplélektannak tehát azt próbálták kutatni, hogy ezek a sztereotípiák hogyan szolgálják a megértést, mi az, ami mozgatja az embereket. Itt például Bibó Istvánt lehet említeni, aki a vereségeket, veszteségeket dolgozta fel, hogy a magyar jellemet hogyan változtatják meg ezeknek a feldolgozásai. Az 1930-as évek az, amikor a tudatos adatgyűjtés megjelenik, tehát nézeteket gyűjtenek egy-egy népcsoportról, ezeket rendszerezik, számszerűsítik, és számszerű adatok alapján mondanak elképzeléseket, profilozzák a nemzeteket, ezt tartják egy ilyen tudományos megközelítésnek egyébként ebben a kutatásban először. És aztán a mai kutatási módszerek között lehet emlegetni a kétpólusú sztereotípia kutatást, ami azt jelenti, hogy két szélsőségét a skálának szokták mondani az embereknek, például azt, hogy mondjuk mit gondolsz a németekről, műveletlen vagy művelt, és egy skálán kell megállapítani azt, mondjuk egy 5-ös vagy egy 7-es skálán, hogy inkább mi, vagy fondorlatos vagy egyenes, barátságtalan vagy barátságos. Most a németeket kiragadtam, de valójában mondhattam volna más nemzetet is. Igazából a kétpólusú sztereotípia kutatás nagyon jól alkalmas arra, hogy összehasonlító kutatásokat lehessen végezni. Aztán vannak asszociációs módszerek, például milyen foglalkozás jut eszedbe arról, hogy francia. Van egy olyan fogalom a sztereotípia kutatásban, hogy tükörefektus. Ezt jól lehet a magyarok és a románok, vagy a magyarok és a szlovákok esetében vizsgálni, amikor két kvázi ellenség ugyanazt gondolja egymásról. Tehát önmagát ugye nyilván előtérbe helyezi, ezt egyébként etnocentrikus gondolkodásnak nevezzük, ez valamelyes természetes is, ennek a túlzása az már azért
negatív nyilván, de minden nemzet, minden közösség önmagát pozitívabb piedesztára helyezi el, mint a másikat. Tehát ez közösség erősítő szerepe is van ennek. Mi a funkciója a sztereotípiáknak? Például fontos a más személyeknek a megismerésében, akár önvédelemre is fontos egyébként. Aztán persze nyilván, mikor jön a tapasztalás, akkor az ember az ő saját elképzelését és sztereotípiáját elmozdítja. Tehát ebben kell rugalmasnak lenni, de sztereotípiák nélkül élni nagyon nehéz. Például fontosak a sztereotípiák az önmegkülönböztetésre. Saját csoport, saját közösségnek a megkülönböztetésére, és hát a társadalomba való eligazodásra is. A legutóbbi tendencia az igazából a kulturális összehasonlító pszichológia, ami a sztereotípiákkal foglalkozik. Itt egy példán azt lehetne mondani, hogy amerikaiakat és magyarokat hasonlították össze. Amerikaiaknál inkább azok az elképzelések, a jellemzők a kontraszelekcióra vonatkozóan, hogy az az ember jár jól, aki megdolgozik érte. Mindenki a saját szerencséjének a kovácsa. Bízom a népben, hogy a legjobb vezetőket fogja megválasztani. A magyarokra inkább az jellemző, hogy nem azok élnek jól, akik megérdemlik, nem azok nélkülöznek, akiknek kellene, nem azok vesztik az életkedvüket, akik rászorulnak. Tehát alapvetően a magyarok elképzelésében van egy olyan kép, hogy a világ valójában nagyon igazságtalan. Egyébként az amerikai ennek meg a szöges ellentét, tehát valahol mind a kettő persze nem a Szent Grál, de érdekes, hogy ennyire különbözőek vagyunk. Itt pár eredményt mutatok csak, de az egyik érdekesség még az, hogy az első leírása magyar nemzetre vonatkozóan Bölcs Leótól származik, 10. századból egyébként, Bizánci Birodalommal kapcsolatban azt írta, hogy szabadság szeretet jellemez minket, vitézség, bátor magatartás és körmönfont politizálás. Hogyan jellemzik önmagukat a magyarok, arra vonatkozott, a 70-es években végezte ezt a vizsgálatot, és hát nagyjából a Bölcs Leó alapján azt mondják a magyarok önmagukról, hogy bátrak vagyunk, vidámak, hazafiasak, mondjuk a következetesség és a higgadtság kevésbé jellemző ránk. Az osztrákok szerint, de itt ugye a 80-as években vagyunk, azt mondják, hogy a magyarok forróvérűek, túlzottan büszkék, könnyelműek, szórják a pénzt, tehetetlenek és passzívak. Az, hogy túlzottan büszkék, az mai napig egyébként elő szokott jönni a sztereotípia kutatásokban. A románok is ezt hozzák fel ellenünk, úgymond, és a szlovákok is. Itt az 1990-es években az Euróbarométer megkezdte a felméréseit. Itt egy nagyon pozitív nemzetképet kaptak egyébként Magyarországra vonatkozóan Európán belül, és úgy tűntünk fel, mint az EU-nak egy kívánatos partnere. Az 1990-es évek végén maguk a kelet-közép-európaiak mondják azt, hogy a nyugat-európaiakat ők igazából pozitívabban ítélik meg, tehát van egy vágyakozás Nyugat-Európa irányába, kompetenciára vonatkozóan is, tehát tudást illetően is, és moralitást tekintve is. Itt az előző portrék alapján gondoltam, hogy mi lenne, ha egy újabb portréval folytatnánk. Gerhes Gábornak a munkájáról van szó. A Neue Ordnung kiállításon szerepelt ez a munka a Trafo galériában, és hát Mélyi József nyitotta meg ezt a kiállítást, aki azt mondta, viccesen fogalmaz egyébként, Gerhest a 20-as években rendeltük Magyarországra. Vitéz Gerhes Falvi Gerhes Géza néven fontos szerepet játszott Jákfai Gömbös Gyula miniszterelnöksége idején a rendmozgalom elindításában. Gerhes testvér kitartással dolgozott a vészterhes időkben, kemény kézzel cselekedett, ha kellett, majd bújt és bújtatott. Kommunista hatalomátvételünk után Gerber álnéven, mint illuminált csősz helyezkedett el a Hortobágyon. Ebből a korszakból maradt meg a búsuló juhász című kép, amelyet néhány évvel ezelőtt szintén kiállított
a mögötte lévő rend objektum kitakarására csak az utolsó pillanatban kerülhetett sor. Az itt látható úgynevezett gyűjteményben erről az időszakról egy kutyamaszkos fotó tanúskodik, ítéletünk szerint megengedhetetlenül erős utalás az embermaszkos kutyákra. Gerhes Gábornak egy jóval korábbi munkája 2000-es évek, a Second Hand, amikor igazából ő egy afrikai fotós nyomán egyébként a német magazinoknak megfelelően állítja be saját magát. Tehát furcsa, hogy milyen kulturális utalások vannak tényleg Afrikától kezdve a Nyugat-Európán át. És ugye egy turkálóból szedi ezeket a ruhákat, és ennél fogva pedig ez a kelet-európai jelleg is megjelenik mindebben. Gerhes Gábor mellett, akit érdemes szerintem megemlíteni még, például Födő Gábor, grafikus, itt az Apa kocsit hajt című munkájából, sorozatából három részt látunk. Az első rész az a Látod anyukám, erről beszéltem. Julcsi a labdát is. Még ezt akartam. Itt Lino Metzetről van szó egyébként, ugye 2004-es a sorozat. Őt a mindennapos élethelyzetek érdeklik egyébként, és azok a mondatok, amik bárkinek az életében igazából elhangozhatnának, tehát a kis embereknek az egyszerűsége és az élete, és általában nagyon fura anyagokra szokott szitázni például, vagy linózni. Például zuhanyfüggönyöket használ, szatyrokat, táskákat, de régi tévékészülékekbe is applikál ilyen különböző történeteket. És azt próbálom megkeresni, hogy az, aki megnyitotta a kiállítást, nagyon szépen összegezte azt, hogy mi is az az életérzés, ami előjön ezekből a képekből, de ezt idézem most fel. A képeket nézve először elképzeljük magunkat, ahogy gyerekként orrunkat az ablaküveghez nyomjuk, és figyelünk. Amit látunk egy idő után letisztul, csak az marad, ami igazán megragadható. Födő Gábor képei is ilyen letisztultak, nincs semmi mellékvágány, semmi körítés, semmi dísz. Csak az a néhány karakteres figura, aki valamiért felhívta magára a művész figyelmét. A teret csak az alakok elől-hátul kapcsolata jellemzi, a többi sallang. Ha kinézek ezen a képzeletbeli ablakon, látom, ahogy apuk és anyuk munkába rohannak, vonszolják maguk után az iskoláig, óvodáig a kicsiket, aztán kiürül az utca, rátelepszik a délelőtti nyugalom. És ekkor jönnek ők, az öregek. A nagymamák, a nagypapák, külön kis világuk megelevenedik. A nagyi a húzós kocsijával, a nagypapa az elnyűt, egykor kiránduláson uzsit rejtő műbőrtáskával indul neki a délelőtti túrának. A vásárlókörút állomásai a szomszéd, a kispiac, az egykori szatócs helyén lévő CBA, a Penny, a hentes és a gyógyszertár. A házastárs pedig otthon kiül az ablakba, pletyizik, nézelődik, tesz-vesz az erkélyen vagy a kertben. Ebéd után sét a kutyulival vagy anélkül. Az útvonal a park vagy a játszótér, találka az ismerősökkel, újabb pletyi a családról, büszke történetek az unokákról. Mindez az évek során kialakult rendben, mint egyfajta balettelőadás. Mozdulatok, gesztusok, állandó koreográfia. Itt egy másik sorozat, ugye a csíkos szatyrokra készült Lino. Azt hiszem megvan minden, ez az első. A második szatyornak az a címe, jó napot, kit tetszik keresni. A harmadik szatyor pedig, már megint el tetszett tévedni? És kiemeltem még egy szitanyomatot, a Nahát sorozatból három kép. Nézze csak, mit kaptam. Na most már elég lesz, menjünk. Nahát, a Sanyika is iskolás. A képzőművészet után egy picit a mémekről. Vecán Zoltán, aki a Corvinuson végzett ott doktorált, a doktoriát kelet-európa és kelet-európaiak az internetes mémekben hogyan jelennek meg, ebből írta. Ez a dolgozat majdnem 1300 mémet foglalt magában, a 9gag.com
című oldalról. Három kulcs szó mentén vizsgálódott egyébként, ez a szláv, Balkán és Kelet-Európa. Kelet-Európa kifejezésre volt a legkevesebb találata egyébként, és Balkánban meg a szláv voltak ugye a több. Az egyik fő kérdése nagyon sok más kérdés mellett az volt, hogy milyen sztereotípiák jelennek meg a mémekben, van-e különbség a három fogalommal kapcsolatban, hogy szláv, Balkán, Kelet-Európa. Egyébként azt elmondható, hogy a szláv és a Kelet-Európa között nagyon szoros a kapcsolat, és nagyon nagy átfedés van, a Balkán az egy kicsit eltér egyébként. Vecán Zoli is nagyjából úgy indul ki a sztereotípiákkal kapcsolatosan, mint ahogy az egyik blogbejegyző mondja, hogy hát magyarnak lenni pörkölt nokedli, sírva vigadás, szenvedélyek non-stop vihara. Magyarnak lenni Trianon, család, haza és alterpop. Mi magyarok etetve szeretünk. Nagy svunggal vetjük bele magunkat a vitákba, és egy valamire való lakodalmon éjfélkor töltött káposzta, hajnalban asztalon táncolás a feladat. Nálunk mindenki tudja, hogy az ásványvizes palack tartalma kétesélyes. Vagy mentes víz, vagy törkölj. Panaszkodva mondjuk többnyire persze csak másokról, hogy irigyek vagyunk, lusták és pesszimisták. Egészségtelenül étkezünk, őrültek módjára vezetünk, nem ismerjük a mértéket, nincs vita kultúránk, nem tudjuk beosztani a pénzt, és bár kreatívak vagyunk, a jég hátán is megélünk, és hatalmas szívünk van, azért nálunk a falnak is füle van, és amúgy is láttunk már karonvarjút. A magyar lányok gyönyörűek, Budapest szuper célpont, ha fürdőzni vágyunk, a legénybúcsú itt a legjobb, a balatoni borászatoknál pedig csak a hekk, lángos, palacsinta, szent háromság, a nagyobb tutiság. Amit a Zoli vizsgált, ott a 9GAG oldalon, az internetes mémekkel kapcsolatban arra is fény derült, hogy kik azok, akik készítik ezeket a mémeket, és hát ennek a portálnak a fő, a mémjeit alapvetően észak-amerikaiak, és nyugat-európaiak készítik, jóval kevesebb egyébként a kelet-európai. Tehát alapvetően arról kap egy képet, amikor elmondom majd mindjárt az eredményeket, hogy az észak-amerikaiak és a nyugat-európaiak mit gondolnak a kelet-európaiakról. Amikor Kelet-Európáról beszél Vecán Zoli, akkor ő a Németország és Oroszország közötti területet határozza meg ekként. Opa. És hát az, hogy mi az, ami jellemzi a kelet-európaiságot, ezekről már több dologról beszéltünk. Zoli úgy listázza, hogy ugye van az a fogalmunk, hogy nem elég fehérnek lenned, ezért meg is kell dolgoznod. És ugye egy másik dolog, amit szintén említettem, csak talán nem ilyen erőteljesen, vagy ilyen kontextusban, hogy a kisebbség, vagy akiről a sztereotípia szól, az általában magáévá teszi azt a gondolatot, és akár ki is játsza ezt, majd ezt fogjuk látni nem sokára. Ugye megjelenik a csóró, de szexi fogalom is, és hát az az igazság, hogy a kutatásokban is azért elő-elő bukkannak utalások arra vonatkozóan, hogy hát Kelet-Európa Európa része, de azért nem egészen Európa. Valójában Kelet-Európa, mint fogalom, az egy találmány, az egy konstrukció igazából. Aztán a másik fogalom, ami Kelet-Európára szoktak használni, az az orientalizmushoz kapcsolódik. Ki az, aki gyarmatosít minket, nem leszünk gyarmat, és akkor itt megindulnak a kolonizációs és dekolonizációs fogalmak. Megjelenik Kelet-Európával kapcsolatban nyugati arroganciának a fogalma, a felsőbbrendűségnek a fogalma, és hát Kelet-Európához azért hozzá szokott csapódni a Balkánnak a képe, a kedves vadember. A sztereotipikus jellemzők között felsorol rengeteget Vecán Zoli különböző korábbi sztereotípia kutatásokra alapozva. Ugye amit fontos tudnunk, az az, hogy az az erősebb, az van inkább jelen a korpuszba, aminek kisebb a számértéke. Tehát például erősen jelen van, hogy szépek a nők, ami itt van alul. Tehát alul vannak azok egyébként, amik erősebben jelen vannak. Tehát vendégszerető, családcentrikus, szépek a nők, vallásosság jellemző, nagyivók, rossz infrastruktúra, erős dohányosok, kemények, temperamentumosak, szegénység van, macsók vannak, agresszív, rossz autók, rossz járművek, megcsináljuk okosba,
rossz az angoljuk, szőrösek, nagyevők, lusták, divatja múlt öltözékük van, bűnözők, buták, bunkók. Általában így szokták nem a nyugatiakat, hanem egyébként ezt a hármast, a Balkánt, a kelet-európaiakat és a szlávokat jellemezni, és amit sárgával kiemeltem, hogy ilyen kemény gyerekek, meg divatja múlt az öltözékük, azok a leginkább jellemzőek a kelet-európaiakra. És hát az egyik jó film, ami azt is bemutatja, hogy igazából mi hogyan használjuk ki ezt a képet önmagunkról, például az a Nimród Antal által rendezett Control című film, amit 2003-ban készült, annyiból fontos, hogy felpörögtek ekkoriban az identitás kérdéssel kapcsolatos diskurzusok, hiszen ugye 2004 volt az Európai Unióba lépésnek az éve, és itt elég sok minden szólt arról, hogy akkor most kik is vagyunk, mi az az Európa, stb. Úgyhogy egy alapvető kérdés volt az Európába való viszony. Azzal indít Kalmár György, hogy összekapcsolja a nyitó jelenetet egyébként az utána következő jelenetekkel, és nem tudom, hogy mennyire emlékezetes a nyitó jelenet, de ott a mozgó lépcsőn Eszenyi Enikő egy ilyen kicsit ledéren, enyhén szólva illuminált állapotba szorongat egy pezsgős üveget, és hát egyedül utazik lefelé a mélységbe. Tehát ez kicsit egy ilyen alászállás. Dülöngél, nem nagyon kontrollálta az egész mozgása, szájába cigi van, ruhájának a színe az a fekete-vörös, egyébként a köldökében piercing, kilóg a dereka, és kicsit lehúzódik a fenekéről a szoknya, látszik, hogy nincs rajta bugyi, és hát a következő pillanatban már csak azt látjuk, hogy egy női cipő maradt a peronon igazából, úgyhogy ebből feltételezhetjük, hogy talán öngyilkosság vagy gyilkosság történt. És hát ezután a jelenet után látjuk Bulcsút, aki itt balra van, aki felül és kicsordul az orrából a vér. Neki is ugye a fekete és a vörösek lesznek a színei, úgyhogy így elkezd kapcsolódni ehhez az előző jelenethez igazából, a gazdátlan cipővel. És hát Kalmár György arra utal, hogy innentől kezdve a férfiaké lesz valójában a főszerep, tehát többségében sebzett férfiakat fogunk látni. Itt ugye konkrét a seb, mert itt tényleg egy nyitott sebről, meg vérzésről van szó, de valójában ezek a sérülések folyamatosan ilyen traumatizált férfiakat hoznak elő. Ő maga a főhős egyébként egy hajléktalan, hát igazából itt ugye most sebesült ember, aki a mélyben lakik igazából. Folyamatosan itt a mélységben bolyong. Arra utal Kalmár György, hogy a test, amiket itt látunk, testképeket, az ugye megint tartsuk szem előtt, hogy ezek konstrukciók, tehát kulturális és pszichés termékek valójában, és a kontrollban, hogyha végig gondoljuk, hogy milyen testek vannak, akkor szakadt, vérző, felfeslő testek vannak, és hát azt mondja, hogy igazából nacionalizmust vél felfedezni, azt mondja, hogy a nemzet reprezentációjának az egész terhét férfiakra bízza végül is a rendező, és ezek a férfiak pedig, akik megjelennek a filmben, ők bukásra vannak ítélve, de valójában ez nagyjából jól korrelál azzal a posztkommunista vonatkozással, hogy a kelet-európai férfiakról szóló adatok, szociológiai adatok, azok elég szörnyű egészségügyi állapotról tanúskodnak, korai halandóságról, magas öngyilkossági rátáról, alkoholizmusról. Tehát valamilyen szinten a valóságról is képet kapunk, persze nyilván eltúlozva. Milyenek azok a férfiak, amik megjelennek a kontrollban azon kívül, hogy sebzettek, számkivetettek, mosdatlanok, rosszul öltözöttek, kifosztottak, poszttraumatikusak, hidegek, ugyanúgy, mint ahogy a metrónak a terei is. Úgyhogy igazából társadalom alatt élő szegény kiszolgáltatott facér férfiakat látunk egyébként, akiket Kalmár úgy hív, hogy a társadalom és a történelem lúzerei, nem sikerült nekik,
igazából az ideális férfiasságnak a megteremtése. Az kérdés, hogy egyáltalán a céljuk-e egyébként, de próbálkoznak vele. Az az igazság. Lehet, hogy ez nem tűnik olyan erős próbálkozásnak, mert ez is mindig ironikus, meg paródiává fordul át, de például vannak olyan férfiak, akik próbálnak szóba elegyedni nőkkel, de a nők észre se veszik őket. Vagy van olyan férfi, aki reggel a peronon ilyen kungfu gyakorlatokat mutat be, de hát annyira bénán, hogy az is igazából inkább parodisztikus lesz. Vagy van olyan, aki ugye megpróbálja a hatalmát érvényesíteni a blitzelővel szemben, de ez nem sikerül, hiszen valójában kinevetik őket, megszöknek előlük. Tehát igazából minden próbálkozásuk az, hogy kilépjenek ebből a lúzerségből, az kudarcra van ítélve. És azt mondja Kalmár György, hogy igazából a testnek a nyitottsága, az, hogy a test nedvek túlfolyásáról van szó például, ez is mind-mind ehhez a kelet-európai testképhez hozzátartozik. Itt ez csak egy volt, hogy búcsúnak vérzik az orra, de valójában például ott van a professzor, aki az egyik jelenetben bepisil, vagy Mukinak a narkolepsziája is ilyen, hogy elveszíti a teste fölött a hatalmat, folyamatosan elájul. Tibi lehánja a professzort például, Lecsó nagyon büdös, tehát mindenkinek van egy ilyen groteszk altesti vonatkozása általában. Ami nagyon elkülöníti őket igazából a nyugati mintáktól. A másik ilyen jellegzetesség, ezt biopolitikaiként nevezi meg Kalmár György, ez az evésívásra vonatkozó kép. Egészségtelen szart esznek, így mondja, reggelire például olajban sült krumplit a metróban lévő gyorsbüfében papírtányérról, rengeteg ketchuppal, vagy Béla bácsi a metrószerelvényben szalonnázik, hagymázik, Búcsú is csatlakozik hozzá, ő is majd hagymát kér. Aztán, amikor megismeri Búcsú Sofit, akkor ugye egy gépi kávéra hívja meg például. Úgyhogy igazából a film biopolitikai szempontból is olyan tevékenységeket hoz elő, mint ugye evés, ivás, tisztálkodás hiánya, ürítés, szexualitás. És ahelyett, hogy a szereplőket idegennek éreznénk, azonosulunk velük. Kifejezetten elfogadjuk őket, és kifejezetten szimpatizálunk velük. Valószínűleg azért, mert kelet-európaiak vagyunk. Nem tudom, érdekes lenne azt megnézni, vagy nem tudom, igen, hogy egyáltalán hogyan viszonyulnak mindehhez a nyugat-európaiak például, hogyha ilyen nagyon élesen most elválasztjuk. A másik, amire Kalmár György kitér, az maga a metró, mint színhely. Úgy azt mondja, hogy az életünkben mindig próbálunk azért kontrolláltan viselkedni. Tehát mondjuk, ha elmegyünk boltba, akkor általában leláncoljuk a biciklit, vagy nem szállunk be mondjuk részek sofőrök mögé, vagy ilyesmi. Vagy hogyha vásárolunk, akkor megnézzük a szavatossági idejét a termékeknek. A metró egy olyan hely viszont, ahol ki vagyunk szolgáltatva. Hiszen valójában még egy nagyon gyenge ember is okozhatna tragédiát. Mert ott elég csak egy lökés a másiknak. Tehát ezek a szereplőink olyan térben mozognak, ami folyamatosan a kiszolgáltatottságnak a tere. És nagyon nagy mértékbe kell az, hogy megbízzanak a közösségbe. Egymásba is, meg az emberekbe, az utasokba is. És igazából ez a fajta bizalom egy ilyen kérdés, hogy bíznak, nem bíznak, mennyire bíznak. És még egy pici résszel készültem, várjunk csak, ami a karikatúrákról szól igazából. Ugye szintén a nemzeti karikatúrákról, tehát egy-egy nép, nemzet, ország hogyan jelenik meg. Itt Uncle Sam-et, vagyis Sam bácsit hoztam, és John Bull-t, vagyis a Bika János elnevezésű urakat ezeken a képeken, csak hogy egy kicsit felelevenítsük, hogy Amerika hogy jelenik meg, Anglia hogy jelenik meg. Hát Uncle Sam-nek az alakja egyébként 19. század óta jelent meg, de valójában 1917 volt az a plakát,
első világháborús plakát, ami próbálta toborozni az embereket, és innentől kezdve lett ez egy ilyen visszatérő personifikáció, megszemélyesítés. A másik alak az kicsit régebbi, 18. századi egyébként. Ő egy ilyen kis középkorú, kicsit termetesebb úriember. És ő mindig a nép gyermeke egyébként, tehát próbálja a népet védeni, kicsit ilyen malíciával, de mindig próbál értük tenni. És hát női alakok is persze megjelennek egy-egy ország képében, például szerintem elég híres Marianne, aki Franciaország képében szokott tündökölni. A francia forradalom óta egyébként ő a jelkép, és ugye Hungária, patrona Hungárié, 16. század óta használjuk egyébként már ezt a képet, és hát patrona Hungárié, ő úgy szokott feltűnni, hogy Szűz Máriának és Pallas Athénének a jegyeit szokták ötvözni. Tehát van benne egy ilyen harcias, távolságtartó, trónuson ülő, sokszor még pajzsa is van, vagy a fején éppen egy ilyen sisak, mintha tényleg Pallas Athéné lenne, de ugye van, amikor egy ilyen nagy köpennyel és inkább Mária típusként jelenik meg, mindenképpen a védelemnek, tiszteletnek, bátorságnak, bölcsességnek szokott a megszemélyesítője lenni. Általában fiatal vagy középkorú, hosszú, barna hajú szokott lenni, és hát valójában ugye, ami itt fontos most a mi számunkra, majd látni fogjuk miért, a szexualitása az nem igazán szokott előtérbe kerülni ezeken a munkákon. Hungária egyébként férfiként is megjelenhet furcsa módon, ez a kevésbé köztudott szerintem, általában ilyenkor 19. századi bajszos nemesként szerepel. Hát amit vizsgáltam, az igazából a rendszerváltás időszaka 89-90, 89 előtt Magyarország nem annyira volt téma a Ludas Matyiban, a rendszerváltás után pedig már nem volt annyira téma, úgyhogy ebből a két évből 75 politikai karikatúrát találtam, ami Magyarország valamilyen formában megjelenik, ezek az arcanum.hu-n elérhetőek, és amik a kérdéseim voltak, az az, hogy amikor Magyarország megjelenik a képen, akkor milyen formában jelenik meg, mi az a forrás, amiből táplálkozik a karikaturista, milyen jelenetekben jelenik meg Magyarországnak ez az alakja, és mik azok a politikai témák, amik leginkább előkerülnek ezekben a karikatúrákban. És hát igazából kezdjük rögtön a politikai témákkal. Két nagy téma van ebben az időszakban, az egyik az a gazdasági válságnak a témája, ez az, ami egyébként nagyon részletes, itt a politikai karikatúrákban is folyton ami téma az a felzárkózás, tudunk, nem tudunk, túl tudunk-e jutni a válságon, várjuk a segítséget, kérjünk segítséget, recesszió van, felismertük, hogy válság van, nincs megoldás a válságra, válságba be vagyunk ragadva, tehát általában ez a téma. A másik téma az pedig a politikai változás, a választási kampány, a demokrácia megszületése, politikai rendszernek a megváltozása, pártszakadások és hát konszenzus keresés, tehát különböző tárgyalások. Az, hogy Magyarország hogyan jelenik meg, arra eredményként én azt kaptam, hogy a karikatúrák többségében megszemélyesítés, mégpedig többségében férfi egyébként, 24 olyan van, amikor férfi, 17, amikor nőként, és egyéb élőlényekként is meg szokott jelenni, vagy pedig tárgyakként. Hogyha tárgyként jelenik meg Magyarország, az általában csak egyszer-egyszer szerepel, tehát igazából nem ismétlődnek ezek a tárgyak, tehát ez egy nagyon kreatív dolog szokott lenni, amikor Magyarország tárgy, például egy darab sajt, valaki meg akarja enni, vagy egy repülő szőnyeg, és éppen úgy menekül valaki rajta. Amikor az a kérdés fölmerül, hogy na de megjelenik-e Magyarország, akkor ugye az is kérdés, hogy akkor valami magyart keresünk a politikai karikatúrán, de az mi? És hát ugye magyarként is szokott szerepelni az állam többségében, de azért megjelenik a polgár, vagy megjelenik a politikai vezetés, gazdaság, vagy mint politikai rendszer is megjelenik Magyarország. Itt például ugye egy világszámot látunk, trikolor van a férfi kezén, aki hát egy ilyen kis vékony szikár alaknak tűnik, és hát rakogatják rá a különböző téglákat.
árak, adó, vízlépcső, gyógyszerrendelet, tervezet. A másik alakunk ugye Gulliver formájában jelenik meg. Az a baj, hogy még mindig nem tudjuk, hogy ki húzza és ki tolja. Tehát, hogy lehetne talpra állítani, ugye? Itt valószínűleg a magyar gazdaságként jelenik itt meg. Hát ugye, mint nő, szerepel Hungáriaként, és idős nő alakként is. Hungária kicsit megváltozott ahhoz képest, ahogy megszoktuk. Ugye eddig nem volt szexualitása, meg nem egy tinédzser volt, vagy egy ilyen coffos pónifarkas, vagy lófarkas lány. Általában Vénusz pózokban, tehát Pallas Athéné Szűz Mária kidobva, Vénusz pózokban szokta magát kelletni, például a nemzeti vagy nemzetközi valuta alapnál, vagy az USA-nak. Itt a másik képen, az idős nő szerepében, ugye a Reform című képet néztük az előbb, fecsegés helyett nem segítenél egy kicsit vinni a terhemet, édes fiam? Ugye itt panaszkodik Magyarország, hogy valaki igazán segíthetne neki. A másik esetben megcserélődnek a szerepek, és érdekes módon éppen a fiú válik Magyarországgá, az idős nő alak pedig demokráciává. Szerencsét, hogy öreganyádnak szólították, különben sose találtál volna vissza a helyes útra. Magyarország, amikor férfiként szerepel, akkor nagyon sokszor egy ilyen hétköznapi férfi térkép fejjel mindjárt lesz, vagy valamilyen nemzeti tárgyal szerepel, tehát trikolor van a tárgyon, vagy Hungária egy férfi alak, mondjuk egy izzadó férfi, vagy koldus, vagy egy beteg férfi, aki éppen vérzik például, vagy Gulliver, vagy huszár, ezt látjuk itt, ugye huszár. Vannak kultúrspecifikus képeink, ilyen volt az idős nő alak a népmeséből, vagy ilyen a huszár, a pásztor, a vándornak a figurája is. Itt ugye azt mondja, hogy az Európa házba akar bevenni így a huszár, és a lován egy H betű szerepel. És ugye azt mondja neki a biztonsági őr, hogy hát nemzeti karakter ide, nemzeti karakter oda, így ide nem lehet bejönni. Tehát ugye ez megint egy ilyen túlzott reprezentációja magyaroknak. Itt van a térképfejű alakunk, ugye itt van, amikor a lábai megsérülnek például, és nem tud mozdulni, ugye a gazdaság. Úgyhogy mindenképpen az USA segítségére lenne szükség ahhoz, hogy meg tudjon mozdulni. Vagy ugye kis cipő, nagy cipő. Diktatúra kicsi, demokrácia nagy. Amikor más élőlényként szerepel Magyarország, akkor például egy ilyen meghatározhatatlan beteg formájába szerepel, amiben ugye az a vicc, hogy különböző irányokba húzzák szét a beteget, tehát nem egy irányba viszik, vagy akár ilyen kis csecsemőként. Demokráciaként. Van egy olyan általános elképzelés, hogy Hungária az általában anya szerepben szokott feltűnni. Huszár Ágnesnek a könyvében legalábbis ez áll, hogy nagyon sokszor anya. Puczorsinak a doktori disszertációja is megerősíti ezt, aki Trianonnal foglalkozik. Ott is Magyarország egy anya, aki várja vissza a gyermekeit. A politikai karikatúrákban ez az anyakép, ez teljességgel hiányzik. Tehát ugye, aki megjelenik, az egy fiatal lány, aki általában szexi, trikolor szalag van a hajában, és ugye ez a Vénusz póz, ami jellemzi. Itt vannak erre különböző példák, ahogy fekszik, kelleti magát, ugye megy a plasztikai sebészhez, kicsit szeretne megváltozni. Mik azok a jelenetek, amikben megjelenik Magyarország? A legtöbb ilyen jelenet hétköznapi élethez kapcsolódik, tévénézés, ajtónyitás, ablaknyitás, konyhai jelenetek vannak. Nagyon sok kapcsolódik a mozgáshoz, ugye az, hogy fel szeretne menni, mondjuk egy felhős térkép előtt, ami Európát ábrázolja, szeretne Magyarország felszállni, de ez kicsit nehézkesen megy, vagy szeretne előre jutni, de történetesen kiesnek a kocsinak a kerekei, és téglák kerülnek a kerekei helyére, vagy például beleesik egy gödörbe, és onnan próbál meg kimászni, de megrekedt. Tehát az utazás az általában egy ilyen visszatérő motívum. A kórház is egy ilyen visszatérő jelenet szokott lenni, sürgősségi ellátásra szorul, láb problémája van, mindjárt elvérzik,
vagy a plasztikai sebész, ugye, vagy a nőgyógyászati vizsgálat. Sportjelenetekben is feltűnik, akkor különböző mesékben, szerelem, ez általában az USA-val szokott lenni egyébként, készül a randira, menekül az USA-val, a Supermannel, vagy NASA éjszakáját töltik egy, vagy NASA éjszakát töltenek együtt. Ünnepekben is feltűnik, vagy különböző világszámokban, produkciókban, a koldulásnak a jeleneteiben, templomi jelenetekben, és hát amit láttunk is, az Európa Tanácsban való találkozóra is próbál bejutni. Tehát ugye összegészében azt megállapíthatjuk, hogy rengeteg sztereotípiára építenek a politikai karikatúrák folyamatosan. Ezek visszatérőek igazából a mai napig, hogyha a nemzetközi karikatúrákat nézzük, akkor pláne, mert a nemzetközi karikatúrák általában még általánosabb sztereotípiákon épülnek. És hát ugye azt látjuk, hogy fontos a test reprezentációja. Tehát itt kifejezetten fontos. Akkor találjuk szerintem humorosnak ezt a Hungáriát, ha volt elképzelésünk arról, hogy milyen az eredeti. Igazából jóval kevésbé humoros szerintem ez a tini lány, ha nem tudjuk azt, hogy itt megszűnt Szűz Mária és Pallas Athéné létezni. Akkor is persze nevethetünk, csak kisebbet. Köszönöm szépen a figyelmetet. Sztereotípiák velünk élnek, nem negatívak, használjuk bátran, hiszen innen tudjuk például megkülönböztetni magunkat, vagy jót nevetni akár önmagunkon, vagy másokon is.